A rendezvény elején Háló Csenda Anikó, a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanára idézte fel Györffy életét. A műsorban közreműködtek az iskola diákjai. 1884. február 11-én született Karcagon. Ősei a Parciumból költöztek a Nagykunságba, és lettek a mezőváros iparúzó gazdarétegének tagjai. Karcagon megtelepedő déd nagyapja a gazdálkodás mellett fazekassággal is foglalkozott, amelyet mezőtúron tanult ki. Nagyapja szűrszabó lett. Édesapja megkísérelte a kiemelkedést a parasztiparos sorból, de a halódó mesterség nem nyújtott gondtalan megélhetést, a sikertelen gazdálkodás pedig az anyagi romlás felé sodorta a családot. István fiút ugyan még beíratta a gimnáziumba, de amikor nehézségei támadtak a tanulásban, kivette az iskolából, és az alig 14 éves fiút paraszti munkára fogta. Az ecsezugréti földjein kellett megismerkedni a tanévilág életével. Majdnem egy évet töltött el apjával a bérelt tanyán, ahol a fáradtságos napi munka után a kalendáriumoktól a török nyelvkönyvig mindent mohón olvasott, amit édesanyja az elemózsia közé rejtve eljuttatott hozzá. Kovács Miklósné igazgató egy-egy Györffy portrét adott át az első osztályosok képviselőinek, hogy azt tegyék ki a tantermeikbe, ezáltal is tisztelegve a névadó előtt. A néprajztudó szobránál az önkormányzat, a kórház, a múzeum, az iskola, az egyesület és a Kunszövetség helyezte el az emlékezés koszorúit. A mai napi programunk a Múzeumparkban Györffy Istvánnak a szobránál kezdődött, ahol koszorúzási ünnepséget tartottunk, illetve van ennek már egy hagyománya, hogy hogyan zajlik a Múzeumparkban a koszorúzási ünnepség. Először egy új kollégánk, hiszen ezzel próbáljuk a kollégáinkat ösztönözni arra, hogy minél inkább ismerkedjenek meg Györffy Istvánnak az életével, a munkásságával, és a mai alkalommal Háló Csenda Anikó pedagógus volt az, aki méltatta Györffy István életét. Aztán a kis elsőseinknek ezen a napon szoktuk átadni azt a Györffy István portréképet, amelyet aztán végigvisznek magukkal 8. osztályig, és ez mindig egy jelentős sarkot képez az osztálytermükbe, hiszen minden osztályteremben van egy népművészeti sarok, ahol a fő helyen Györffy István áll, hiszen iskolánknak a hitvallása, hogy a néphagyományokat, népszokásokat őrizzük. És az ünnepségnek a végén a koszorúzási ünnepségre került sor, de a koszorúzási ünnepség előtt még egy nyugdíjas pedagógusunknak a versét szavalták el a kis elsősök, és bízunk bennük, hogy az utolsó sor, amit szavaltak, hogy igazi karcagiakká válnak majd, akik őrzik a hagyományokat, és mi is ezt szeretnénk itt az iskolában beléjük plántálni. A program az iskolában folytatódott, ahol az aulában lévő Györffy portrét koszorúzták meg a diákok és az iskolavezetés. Majd a Györffy Galéria pályázatának eredményhirdetése volt a könyvtárban. Ez a Hozzunk létre Györffy Galériát, Györffy István nyomán alapítottuk ezt a rendezvényünket. Ezzel az alkalommal összesen 107 pályamunka érkezett be, és egy 9 tagú zsűri értékelte a pályamunkákat. Nagyon sok értékes pályamunka érkezett 3 témában. Az egyik a helyi értékeink, a karcagikumok, a másik a családfakutatás, a harmadik pedig a kunhímzés volt, és ezekből nagyon-nagyon sok szép alkotás érkezett. Nagyon nehéz volt a zsűrinek eldönteni, hiszen egyik szebb, mint a másik. Külön örültünk annak, amikor nem csak egyedül a gyermekek, hanem a szülők segítségével, hiszen ezeknek a munkáknak az elkészítéséhez hozzá kellett, hogy járuljanak a szülők is, hiszen egy-egy családfa elkészítése nem kis kutató munkával jár, és ez én bízom benne, hogy otthon nagyon szép családi beszélgetéseket hoztak magukkal. A 3 témában 107 iskolás és óvodás pályázat érkezett. Minden korcsoportban 1-től 3. helyezést és egy-egy külön díjat ítélt oda a 9 fős zsűri. Az eredményeket Nagyszentesi Anikó ismertette. Antal Ócziné Balog Ágnes tanárnő pedig a kézműves szakkörös diákjai a technika órán készült munkákból nyílt kiállítást ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.
Szeptembertől készültek a gyerekek a technikaórákon, hogy itt az Ügyes Kezek kiállításon az ő munkáik is megjelenhessenek, és ezt Antalócziné Balog Ágnes kolléganő, aki a gyerekeknek a technikát tanítja, ösztönözte a gyerekeket arra, hogy minél szebb munkák készüljenek, és akinek méltónak találta a munkáját arra, hogy itt a kiállításon megmutassa a társaiknak, azoknak a gyerekeknek a munkái kerültek ide. Illetve van egy különlegessége is a munkák között, hiszen a kiállítás az három részből áll. Van egy különlegesség is, amivel én is most ismerkedek. Ez egy horgolásos technika, és nagyon kis aranyos mutatós kis állatokat készítettek a kézműves szakkörön a lányok, illetve ezt otthon is folytatják, hiszen a hímzés, a kézi munka, én úgy gondolom, olyan dolog, ami magával ragadja az embert, és annak nincs vége itt a szakkörön, hanem azt viszi otthon haza magával, és otthon is folytatja. És mi ennek nagyon örülünk, hiszen a mai világban, amikor a gyerekek keveset foglalkoznak, akár az olvasással, akár a kézműves munkával, tudjuk azt, hogy magával ragadja az internet világa. Jó az, hogy ilyenkor egy kicsit megnyugszanak, és azzal foglalkoznak, amihez kedvük van.